A Múzeumok Éjszakája egy külföldi mintán alapuló magyarországi kulturális rendezvény, amit először 2002-ben rendeztek meg. 2003 óta az eseményt jellemzően Szent Iván éjjeléhez legközelebb eső szombati napon tartják, mely az idei évben június 22-én kerül megrendezésre. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum életében már több évtizedes hagyományra tekint vissza ez az alkalom. A Múzeumok Éjszakája a magyar múzeológiának egy kiemelt ünnepnapja, amikor az intézmények nem csak a hagyományos, szokványos nyitvatartási időben várják a látogatókat, hanem az éjszaka folyamán is, és hát ehhez kapcsolódóan családoknak, baráti társaságoknak, gyermekeknek külön programot szoktak a helyi, a megyei és az országos nagy múzeumok is szervezni. A tavalyi évhez hasonlóan a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum az idei évben is az Úttörténeti Múzeummal közösen szeretné a programot megvalósítani. A programtervezésekor figyelembe vettük, hogy a két intézménynek mik az elképzelései erről a napról, milyen programpontokat szeretnének megvalósítani, és azt láttuk, hogy az este 6 és 8 óra közötti idősáv az alkalmas arra, hogy itt nálunk legyen a vetélkedő, és utána mindenkit szeretettel invitálunk arra, hogy együtt menjünk át az Úttörténeti Múzeumba, hiszen ott még számos érdekes program várja majd a látogatókat. Így tehát 18 órától a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum egy játékos vetélkedőre várja az érdeklődőket. Idén egy 10 állomásos családi baráti vetélkedőre készülünk. Ezt úgy képzeljük, hogy itt a Petőfi Centrumban, tehát a Szülőház, az Emlékmúzeum, a Látványtár épületében, illetve az udvaron készítünk majd állomásokat, és 5-6 fős családok, illetve baráti kis csoportok jelentkezését várjuk. Ők kapnak majd egy feladatlapot, amin el kell végezniük különböző feladatokat a kiállításokhoz kapcsolódóan, illetve lesznek még olyan programpontok is, amelyek már versenyen kívül vannak, de ezeket igénybe lehet venni, például fel lehet majd venni kiskörösi szlovák viseletdarabokat, tehát ezzel is szeretnénk színesíteni ezt a programot. A vetélkedőn való részvétel teljesen ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Az érdeklődő maximum 5-6 fős csapatok jelentkezését június 14-éig várják a múzeum dolgozói, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum épületében személyesen. A legtöbb pontot összegyűjtő csapatok pedig értékes ajándékcsomagban részesülnek.